A sportban tehetséges tanulók felfedezése, kiválasztása és fejlesztése, azaz a tehetségkiválasztás és tehetséggondozás egy komplex folyamat. Számos belső és külső tényező befolyásolja a sportbeli eredményességet. Egyénenként eltérő lehet az eredményes sportolóvá váláshoz vezető út, míg egyesek elsőre megtalálják azt a sportágat, amelyben potenciálisan eredményesek lehetnek, másoknál lassabb és rögösebb út vezet a sikerek felé. A gyermekek fejlődésének üteme és sebessége különbözik egymástól. Az érést vele született biológiai óra szabályozza. Két azonos életkorú, testméreteiben megegyező gyermek sem biztos, hogy érettségének, azaz a felnőtt méreteihez vezető útnak ugyanazon szakaszánál tart. Az átlagosan érő gyermekek mellett vannak korábban és később érő gyermekek. Az ő biológiai életkoruk, azaz fejlettségük kora a naptári életkoruktól eltér. Ez az eltérés mind negatív, mind pozitív irányban kihat a testi, a motoros, a lelki, az értelmi, az érzelmi és a szociális fejlődésre, melyek komplexen határozzák meg egy gyermek aktuális teljesítményét. Az azonos naptári életkorú gyermekek teljesítményének egymáshoz való viszonyítása, tehát az egyén fejlettségének ismerete nélkül téves következtetések levonását eredményezheti. A fejlődésre számos tényező hatással van. A testi fejlettség mellett például a motoros területen szerzett korábbi tapasztalatok, fejlesztő ingerek, az érési folyamatok, továbbá a pszichés tényezők mind befolyásolják az aktuális teljesítményt. Ugyanazon inger hatásra a gyermekek eltérően reagálnak. Egyesek gyors, mások lassú fejlődést mutatnak. Egyszeri mérés eredménye alapján, tehát egyetlen fejlődésben lévő gyermekről sem mondhatjuk meg egyértelműen, hogy tehetséges-e a sportban. Az X-Fit tesztrendszer célja a sportban tehetséges tanulók felfedezése, a tehetségkiválasztás és tehetséggondozás komplex folyamatának támogatása. Működését felhasználóbarát, online informatikai rendszer támogatja. Az X-Fit a készségközpontú fittségi komponensek mérésére, változásuk nyomon követésére kifejlesztett önkéntes tesztrendszer. 5 fittségi profil mentén 7 fittségi teszt és kiegészítő antropometriai mérések segítségével biztosít lehetőséget a tanulók fittségi állapotának vizsgálatára és nyomon követésére. Értékelési rendszere figyelembe veszi a tanulók egyéni fejlettségi szintjét. A naptári és a becsült biológiai életkor, továbbá a testmagasság növekedési csúcssebességének, azaz a PHV becsült időpontjának tükrében biztosítja a lehetőséget a tanulók fittségi állapotának nyomon követésére. A biológiai életkor morfológiai kor alapján történő becslése és az eredmények ennek tükrében való értelmezése által kiküszöbölhető, hogy a későn érő gyermekeket esetenként tévesen tehetségtelennek, a korán érő gyermekeket pedig automatikusan tehetségesnek tituláljuk. A PHV időpontjának becslése segíti a gyermekek fejlődésének hátterében álló tényezők megértését és az egyénre szabott edzéstervezést. Az X-Fit tesztrendszer küldetése a tehetséggondozási folyamat modern szemléletmódjának az átadása, melynek fókuszában a biológiai fejlettséget figyelembe vevő értékelési rendszer és a fejlődés ütemének folyamatos nyomon követése áll. A tehetségkiválasztási és tehetséggondozási folyamatok kölcsönösen támogatják egymást, így ezeknek egymással szoros kölcsönhatásban és egymással párhuzamosan kell megvalósulniuk. A fejlesztő ingereket az aktuális teljesítménytől függetlenül minden gyermek számára biztosítani kell. Csak is így érhetjük el, hogy a lehető legtöbb potenciálisan tehetséges gyermek részesüljön a fejlődéshez szükséges ingerekben, és tehetségét kibontakoztathassa. Készült Magyarország kormánya megbízásából az Európai Unió támogatásával.